Cristiano Ronaldo képmutatása a Coca-Colával. A Magyarország-Portugália futballmeccs előtti sajtótájékoztatón Cristiano Ronaldo az asztalon diszfunkciót betöltő két üveg Coca-Colát a képen kívül helyezte, és mindenkit vízivásra biztatott. Agua? Érdekes, hogy Ronaldót csak a szem előtti ártalmas brand zavarja. A hátam mögé már nem nézett, de én igen. Nézzük, mik vannak még itt. Kezdjük a jó öreg Volkswagennel. Ezt mind tudjuk, kinek köszönhetjük. A jó orosz földgázt kitermelő KKV, akik minden rangos UEFA esemény mögé beállnak, mint szponzor. Azért, hogyha a Tesco polcok előtt állunk és fűtéshez akarunk földgázt venni, akkor a Gazpromot válasszuk, ne pedig a Tesco gazdaságos fűtőanyagot. Ja nem, egyébként csak propaganda, pénzmosás és az európai piacon való legitimizációról szól az egész. Na de nézzük tovább a szponzorokat, amik előtt Ronaldo feszít még. Ott van még a TikTok, ami a kínai állam legprimitívebb emberellenes bűncselekménye Mao Zedong rémuralma óta. De itt van nagy barátunk a Heineken is, ha már a vörös csillagnál tartunk. Ezen a ponton el lehetne vitatkozni Ronaldo barátunkkal, hogy a cukros üdítő ital vagy az alkohol a károsabb hatású. Nem tudom Portugál földön mi a helyzet, de Magyarországon tuti nagyobb probléma az alkoholizmus, mint a cukros üdítők, bár szoros a verseny minden bizonnyal. Vannak még olyan szavazókörök, ahol kígyók. Kígyók. Kígyóznak. A Ken Baba sztár mögött megtaláljuk még a Qatar Airways logóját is, ami a Katari Monarchia állami légitársasága, akiket szintén úgy ismerünk, mint a társadalom jobbító kis startup cég. Cristiano Ronaldo úgy csinál, mintha nem ugyanilyen cégektől kapná közvetve vagy közvetlenül a pénzét. A jó egészség nagykövete Cristiano Ronaldo a németországi VB előtt még jókedvel reklámozott egy bizonyos cukros üdítőitalt. No, de melyiket? Hát éppen a Coca-Colát. Egy 2006-os Coca-Cola reklámban még promotálta a fekete cukros vizet, most azonban már az egészséges életmód és a víz párt fogoltja. De hogyan történhetett meg ez a fordulat vagy képmutatás a futball Herkules részéről? Úgy gondolom, hogy azért, mert régen még a Coca-Cola nagyobb brandnek számított, mint Ronaldo. Ezért a focista jó reklám lehetőségnek tartotta, ha egy platformon szerepel az üdítőitallal. Magyarul, ha összekeni magát kólával. Képetesen persze. Azonban mára Ronaldo úgy gondolkodik magáról, hogy a futball karrierjével, a közösségi, a média platform követőivel, az alsogatya márkájával és a divatos parfümjével már nagyobb brandet képvisel, mint maga a Coca-Cola. Ezért engedheti meg magának ezt a gesztust, hogy belerúg a márkába. Amivel önmagában nincsen semmi baj, persze mindenki rúgjon bele egy nagyot a Coca-Colába, még akkor is, ha régen fizetett neki promóterként, de nem azt látom Ronaldón, hogy régen még önazonosnak tartotta a kólát, mára azonban már ez megváltozott. Ronaldo mindig is hatalmas figyelmet fordított az egészségére, ezért is tud még ennyi idősen is ilyen magas szinten futballozni. Viszont akkor jó lehetőséget jelentett leszerződni a Coca-Colával egy reklám erejéig, ma meg jó lehetőség kicsit odaszúrni a Coca-Colának, ezzel is növelve a CR7 márka értékét, amivel aztán jól lehet boxereket és illatszarokat eladni. A vízlobbisták örülnek, míg a Coca-Cola think tankjei a fejüket vakargatják most meetingről meetingre. Azért azt nem. Senki ne gondolja azt, hogy ez az ingyen reklám annyira káros volna a kólának.
Elképesztő, hogy Ronaldo a futballpályán megnyilvánuló tehetségét milyen játszik könnyedséggel alakítja át gazdaság irányító tényezővé. Ronaldo ezen mutatványa után a Coca-Cola egy nap alatt 4 milliárd dollárt veszített az értékéből. Mások pedig azt mondják, hogy nem is Ronaldótól estek a részvények, hanem mert a cég osztalékokat fizetett ki. Így vagy úgy, Ronaldo a középpontban van, és már ő az igazi tényező a sztoriban, a Coca-Cola pedig az elszenvedő fél, aki szintén nem jár azért rosszul. Ronaldo párszavas szókincs készletéből azonnal a Picasso kalandja jutott eszembe, ahol szintén nem bíbelődtek a barokkos körmondatokkal szereplőink, viszont az direkt lett ilyenre megírva, Ronaldo szókincsét pedig a sok fejelés alakította ilyenre. Sajnos elég egyszerűen működő főemlősök vagyunk. Meglátjuk Ronaldót, a mintaemlőst, a követendő példát, aki előtt ott hever a fekete cukros víz, és azonnal összepárosítja az agyunk. Nem vagyunk olyan okosak, hogy ellen tudjunk állni a hasonló marketing manipulációknak. Hiába alkotta meg Einstein a relativitás elméletét, a hozzá legközelebb eső CBA-ban ő is vásárolt volna ebből a lötyből. Mindegy, hogy Ronaldo korábban még egy reklámban itta a Coca-Colát, most meg már összevont szemöldökkel eltolja magától. A nap végén annyi fog megmaradni, hogy Ronaldo egyenlő követendő példa, és Ronaldo egyenlő Coca-Cola. Az előjelek pedig már egyáltalán nem számítanak. Elfogadhatatlan.